Újfent szeretettel köszöntöm a Karinthi Színház nézőit, és azokat is, akik ezután lesznek a nézőik. Ma este a Lovagias ügy című Hunyadi Sándor vígjáték megy műsoron, mégpedig egy olyan változatba, amit a szerzőn kívül Márkus Alfréd dalaival fűszereztünk. A rendező Verebes István, aki a dalszövegek egy részét is egy kicsit felülírta, persze megtartva az eredetit, de a darabhoz igazítva, és így egy új zenés vígjáték született, ami annyira új, hogy a régiségén túl teljesen mához szól, a gazdasági válságban egy embert megaláznak, megpofoznak, a munkahelyéről kirúgnak, és aztán a cselekmény folytán mégis visszakerül, és a polgár föláll a vert helyzetéből, és újra kiegyenesedik a gerincet. Hát azt hiszem nagyon aktuális történet. Egyébként a híres magyar filmben Kabó Gyula játszotta, nálunk pedig Bajor Imrének a szerepe ez, Virág úr, aki remek színészi formában van, és egy nagyon, mondhatom azt, hogy a vígjátékon túl egy nagyon mély drámai alakítást nyújt. A partnerei is remekek, Árpa Attila, Lórán Lenke, Csoma Judit, Balázsovics Edit, Balázs Andrea, Megyeri Zoltán, és sokan mások játszanak a darabban, nagyon nagy sikerrel fut a darab nyár óta. Most például szilveszterkor is kétszer játszott. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok ehhez a úgy felhőtlen szórakozáshoz, hogy közben egy kis mondandóval is szolgálunk. Ez most a Karinthi Színház egyik legsikeresebb előadása. Várom Önöket! Jó reggelt, Virág! Remek színben van vezérigazgató úr, napról napra fiatalabb. Akárcsak kegyed, napról napra egyre karcsúbb. Hogyne, a múlt hónapban is fogytam. Mennyi? 12 dekát. Zuhan le rólam rendesen. Az unokaöcsé még nincs itt? Hát itt van, itt van. Fél 11? Múlt, 5 percen, ugye? Majd hozza be a postát. Igen? A vizike. Ja, igen. Szép dolog. Gyönyörű dolog, mondhatok. Folytassák, csak nyugodtan folytassák. Éppen viszem be ezeket az iratokat a főnök úrnak. Szép dolog, gyönyörű dolog, mondhatok. Példátlan kérdés. Egyszerűen példátlan. Amikor? Jaj, ez most megesz bennünket. Ki ez? Mit törődik vele? Ki ez? Kiszekírozhatná a lelkemet, meg aztán miért legyek vele rosszba? Pillanat. Nem akar magától valamit ez az öreg bagoly. Bizonyisten azt a valamit akarná, segítenék rajta valahogy. Tudja meg, hogy mi bajom lenne tőle. Ő maga sem tudja, szegény, hogy mit akar. Az mondjában még csak az kéne, hogy nélkülem. És merem én ezeket az 5 órai tejákat? Ha vele nem megyek, akkor inkább kitáncolom magam itthon egyedül. Nem baj, ha hegedül. Ne kapcsold ki! A táncról beszélek, nagymama, hogy itthon táncolnom egyedül, az nem ugyanaz, mint valakihez hozzásimulni. Honnan akarsz te kibújni? Innen, nagymama, mi tőlünk? Csak bújjak ki egyszer hazúra, majd még eljárok a lokába is. Nekem is van! Micsoda? Tokám. És mucik vagyok. Zaklatottnak tetszik lenni valami. Igen, én zaklatott vagyok. Álljon fel, onnan ezért igazgató. És egész Pest tudja. Mondtam már, hogy engem is nagyon bánt ez az egész. Mondja csak, vezérigazgató úr,
Miért hagyott engem ennyi ideig kínlódni? Hogy tudom én, hogy miért hagytam? Tudja az ember egyáltalán, hogy mit miért csinál? Csak azt tudom, hogy pár napja még úgy untam ezt a virágot, hogy a szendvicsemből a szalámihéjat se adtam volna oda neki. Most meg kéne adni neki egy kis fizetést. Nem elég? Micsoda? Fizetés emeli? Nem is tudja a vezérigazgató úr, hogy ebben a pillanatban milyen gyönyörűnek tetszik lenni a vezérigazgató. Márj meg, fiam! Már egészen oda voltam, mikor még maga nem is hozta föl ezt a virágot. Gondoltam, elmegyek hozzá titokban, veszem a kalapomat, visszahozom ide. Nem, ez nem erény, ez hiba. Valószínűleg ez a mínusz a természetemben, ami miatt soha nem leszek igazi kapitalista. Megmaradok egy ilyen falmelléki Chryslernek. Én nem tudom, hogy mi az a Chrysler, Fredi bácsi, de maga most egy igazi gigászá vált. Én meg azt nem tudom, hogy mi az a gigász, fiam, de ha kiderül, hogy egy marha, én magam vágnak szájba. Nem, a gigászok hősök voltak, Fredi bácsi. Óriások, csak úgy, mint maga. Érzem, ugye nem méríts kérem a távolság. Jó, de miért nem mondta ezt nekem? Mert nem mertem. Pedig tegnapig talán, hogy voltam valaki a szemében, de már... Megpofosztak is ilyen nudli módjára, visszatoltam ide a pofámat. Ez az utolsó álmom is szerpofosztott. Ne gondolja, virág úr. Ami két embernek köze van egymáshoz, megmaradnak az álmaik, még ha tudják, hogy azok soha nem valósulnak meg. Vár álmaimba, vár ki a nagy világ, tár álmodják. Szíved, hogyha ellen áll, súlyos nagy Dorikám! Szerusz! Ne kejtsük!
ez rettenetes. Ne tisztelj már, ennyire inkább. Gyere be hozzám, és beszéljük meg az új szállítási fogadíjakat. Parancsolj, kérem. Tessék, parancsolj. Ne, hát ne. Agyám, ugyan. Na hát. Hát ne. Kérem, nekem a nagymama telefonált, hogy itt ma eljegyzés van.